Általános orvosként végzett, kutatóorvosként és diagnosztaként kezdte el hivatását. A Debreceni Egyetemen laboratóriumi diagnosztika és molekuláris genetika szakvizsgát szerzett. Eddigi szakmai karrierje során számos kutatásban vett részt. Három évig Svédországban dolgozott, szakterületének köszönhetően rengeteg szervezői, koordinátori tapasztalatot is szerzett az utóbbi évtizedekben. Azner Éva, Szabolcs-Szatmár-Berek Oktatókórház újonnan kinevezett főigazgatója, 35 című műsorunkban azt mondta, szakma politikai háttér munkáit is hasznosítani tudja vezetőként. Először csak kezdő, fiatal, a professzoroknak bedolgozó háttérmunkásként, és hát most már második alkalommal választottak a Magyar Labor Diagnosztikai Társaság elnökévé, tehát ilyenfajta társasági és tudományos társasági feladatokkal azok vezetését is kezdtem ellátni, aztán most újra tehetem. Aztán nemzetközi tudományos társaságoknak a vezető funkciójába is belekóstolhattam. Kilenc évig voltam a szakmánk Európai Társasága egyik munkabizottságának az elnöke. Most már ugye koromnál fogva is inkább az expert advisory szerepeket töltöm be, de gyakorlatilag mindenfajta az, lépcsőjében a tudományos, meg szakmai munkámnak mindig azt használtam, élveztem, hogy a legkülönbözőbb hátterű, másként különböző módon gondolkodó szakembereknek a munkáját tudtam összekoordinálni, legyen ez kulturális különbségekből adódó összehangolást igénylő feladat, vagy szakmai háttérből adódó feladat. Ajzner Éva 2005-ben lett a Józsa András Oktató Kórház központi laboratóriumának osztályvezető főorvosa, majd 2022-ben nevezték ki a Vármegyei Kórház orvosigazgatójává. Az új főigazgató elmondta, arra is meglehetett volna az esély, hogy más vármegyei kórház vezetőjének nevezik ki. Pályázatában azonban egyértelművé tette, hogy céljaik kizárólag szabolcszat már berekben megvalósíthatóak, miután itt már korábban létrejött egy jól működő szakmai integráció a hat tagintézmény között. Ajzner Éva célja tovább erősíteni ezt a közös szakmai munkát. Maga a betegeket ellátó tím, tehát orvos és ápolói csoport, az egy szakmán belül mindezeken a telephelyeken ugyanaz. Az, hogy most Kovács doktort nem látjuk minden nap minden telephelyen, ez természetes, de az, hogy mit szeretnénk nyújtani, milyen ellátást, itt járó betegszakrendelés szeretnénk kétfajtát, endokrinológiát, diabetológiát, a másik telephelyen kardiológiát, mind a két helyen szeretnénk fekvőbetegeket ellátni. Ezeket egy szakmai tím tervezi meg a az összes telephely vonatkozásában, és igyekszik beosztani úgy a kollégánkat, hogy mind a felkészültségükben, mind az eltöltött szakmai idő alapján, mind az együtt összeálló szakmai tém összetételekben megfeleljenek azoknak a feladatoknak, amiket célul tűztünk ki. Ajzner Éva hangsúlyozta céljuk, hogy a vármegye bármely pontján élő lakos hozzájusson a lehető legmagasabb színvonalú ellátáshoz. Ehhez szükség van arra, hogy tiszta ellátási utat hozzanak létre, vagyis ha az alapellátáson túl komolyabb ellátás szükséges, az rögtön elérhetővé váljon a beteg számára. Ajzner Éva főigazgatói megbizatása a következő négy évre szól a szabolcs szatmár oktató kórházban.